Sziasztok, én ennek Robi vagyok, és itt is vagyunk a legeslegújabb videóban. Köszöntelek titeket, szép napot mindenkinek, és most az én egyik kedvenc bizarr YouTube csatornámat fogjuk megnézni ismételten, ugyanis az előző rész nagyon tetszett nektek, illetve én is imádom egyszerűen ezt az egész csatornát. Egy jó tanácsot szeretnék adni mindenkinek, hogy most a videó nézése közben ne nagyon egyetek, ugyanis eléggé undorító dolgok fognak következni, mivel az egész csatornának az a lényege, hogy van egy csávó, aki különböző dolgokat önt bele a WC-jébe, és akkor az a kérdés, hogy most azoktól el fog-e dugulni, vagy pedig sem, mi pedig izgulunk érte, hogy most vajon ki kell-e majd hívni a dugulás elhárítókat, vagy sem, de azt vettem észre, hogy nem csupán egy WC-je van, hanem komplett WC-stúdiója már, és három különböző WC-t tudtam megkülönböztetni, hát lehetséges, hogy vannak még WC-k, ahonnan ezek jöttek, szóval derítsük is ki, és kezdjünk is bele ebbe a videóba. Hát szerintem kezdjünk lightosabban, és nézzük meg, hogy mi fog történni a gyurmával. Egyébként onnan jutott eszembe, hogy még az asztalomon maradt valamelyik videómból. 5 millió megtekintés van ezen a videón, amúgy csak mondom. Szerintem amúgy simán le fogja tudni húzni, hát a gyurma az vízben valamennyire oldódik. Mennyire jó zöld színe van amúgy. Ahogy így a kamerába tartotta, előttem volt a gyurma illata. Várjatok csak. Sokkal jobb. De most már egy ideje szerintem benne van a WC-ben, azaz nyújkáljál bele. Először még szokatlan volt, amikor ezt láttam, de most már kezdem megszokni, hogy csak így random belenyúlkál a WC-jébe. És ott elkezd gyurmázgatni. Hát ez biztos, hogy le fogja tudni húzni. És direkt úgy nyomkodj, hogy a víz még fröcsköljön mindenhova. Hát sokat takaríthatsz amúgy ezek a videók után. Kíváncsi vagyok, hogy lesz-e olyan videója, amikor annyira eldugítja, hogy így konkrétan mindent elönt. Nagyon nevetnék, ha igen. Na de mutasd már a lényeget! Azaz, nyúj még bele jó mélyre! Neked aztán van gusztusod. De hát a YouTube nézettségért mindent tudod. Jól megszínezte amúgy a vizét. És ott is van! Sikeresen lehúzta! Na de jöjjön is a következő kísérlet, ahol kólát, illetve mentoszt fog beleönteni a WC-be. Szerintem az is simán le fog húzódni, mert érted, a kóla, az csak folyadék, a kis mentosz darabok meg nagyon aprók. Aztán ki tudja, lehet üvegestű fogja megpróbálni lehúzni. De azért csak nem. Annál biztos, hogy több esze van. Na de nézzük is. Ott is van az üveg kóla. Mindjárt gondolom önt is bele a WC-be. Meg a mentosz. Hát több mentoszt is belerakhatnál. És tudod, a végén... Haver! Haver! Ne! Miért van egy olyan érzésem, hogy megpróbálja üvegestű lehúzni? A végén felrobban az egész, tudjátok. Hát konkrétan megfogta és beleállította. Én erre az egészre nem voltam felkészülve még lelkileg. Hallod? Mi baj van az életeddel, hogy ezt csinálod? De csávó tudta, hogy ez fog történni, hogyha ezt csinálja. Biztos vagyok benne. Mennyi megtekintés van ezen? 22 millió. Ó, már mindent értek, hogy miért csináltad. És a falon is, meg mindenhol folyik le a kóla. És még a plafonra is ment. Jó takarítást. És most lehúzza? Mint ha oda nyúlt volna a kezével. Miért? És ez a bevágott effekt. Dobjon egy lájkot, aki szereti a csokis fagyit, az is, aki nem, ugyanis most csokis fagyit fog beleönteni, és megnézni, hogy vajon le tudja húzni, vagy pedig nem. A szívem hasad meg amúgy ilyenkor, hogy ezt meg is ehetted volna, de nem, te inkább beleöntöd. De hát nyilván üzletileg megéri neki, ugyanis ezt a videót is megnézték 30 millióan, abból pedig nem egy, nem kettő fagyit fog még venni.
Ez nagyon undorító lesz. Amúgy nem tudom, hogy fagyi állapotban le fogja tudni húzni, ugyanis ha az ott leragad. Hát nem hinném, de hát ha elolvad, akkor nyilván simán lefogja. Mi történik az életemmel? Azaz, még kézzel is nyomkodd össze. Miért érzem, hogy oda fog nyúlni kézzel? De csak nem. Bár én ebből a srácból már mindent kinézek amúgy. Fele más az oknia amúgy, csak én vettem észre, várjatok, visszatekerek. A jobbos szürke, a balos fekete, aha, fele más. Ő aztán tud ám élni, nem foglalkozik a szabályokkal meg semmi. És... doppergést! Lemegy vagy nem megy le, lemegy vagy nem megy le! És nem ment le. És az effekt hozzá. Hang vagy kézzel belenyúlni? Ilyenkor miért hiszem mindig azt, hogy most szépen megkevergeti a kanállal, majd pedig eszik egy falatot. Na de most már kezd olvadni, hát csak le fog már menni. És... nem. Már azért valamennyi lement belőle. Szóval szerintem párszor... lehúzod, és jó lesz minden. Na, harmadik vagy negyedik próbálkozás. Azaz! Ennyire serültem még, hogy valaki le tudott valamit húzni a WC-jén. Kezdek már most lefáradni, pedig még nagyon csak az elején tartunk. Miért? Remélem, hogy ezt nem üvegestű próbáltad meg. És nagyon kellemes lenne, hogyha üvegszilánkokkal együtt húznád le. De nem ő megteheti. Csak megfogja, és beleönti a WC-be a sört. Meg is ijattad volna azt, haver. Nehogy már csak egyet öntsön bele. Ez rendes fáj amúgy. Ne csináld, még visszafordíthatod ezt az egészet. Nem muszáj beleöntened, a maradékot még megihatod. Hát akkor ne. És nagyon meglepő módon le tudta húzni. Ez most annyira egyértelmű volt, hogy a folyadékot le fogja tudni húzni, na de a mostani, hogy a színes rágógolyók vajon lemennek-e, az már kérdés egy számomra. Bár attól függ, hogy mennyire fogja összenyomkodni őket, vagy hogy beveti a jó öreg kanál, vagy esetleg WC-kefe, vagy WC-pumpa barátját. Azért kellemesebb lenne, ha nem egy WC-ben dobálgatnád őket. De így se rossz. És ez az egész volt a beetetés, most pedig elkezdi beleönteni. Hát de már egy csomó most lement amúgy. Akkor lehetséges, hogy simán le fogja tudni húzni. Kicsit sincsen bennük. Vagyis rajtuk sok színezék, az a lényeg amúgy. És mennyire durva, hogy amúgy ezt lazán megesszük. Meg az M&M's-eknél is mennyire durva volt. Ennyi színezéket. Azaz, edd meg a szád frissességért. Na, most jön az igazság pillanata. Hát eléggé fura hangokat ad ki. Öntsél ki. És lement! Nem már! Ez most lehet gonoszan fog hangzani, de én már várok arra a videóra, amiben az egész fürdőszobát elárassza. Na de most kávét fog beleönteni, remélem, hogy szemes kávé lesz. Egy kézzel nehezen fog az menni, de én bízok benned. Nem már és por! Hát szemes kávéval sokkal izgalmasabb lett volna. De hát ezen a videón is 10 millió megtekintés van. Ez hogy ne menne le? Csak baromira undorító lesz, de le fog menni. Legalábbis szerintem. És nem. Vagy de? Várjatok. És de? Micsoda fordulatok vannak itt. Komolyabbak, mint valami jó filmben.
A falon lévő csempe alapján amúgy ez mintha már egy másik fürdőszoba lenne. Szóval ez már lehetséges, hogy negyedik? Csak alul ugyanolyan a csempéje, de mintha a másik ugyanolyan csempéjű, sokkal nagyobb fürdő lett volna. És nem mondod, hogy nem fog lemenni. Hát nem volt egyértelmű? Kivette szerintem a kenyérnek a felét most kb. Ez valakit megnyugtat? Mint ha olimpiát nyert volna kb. Így tapsol mindenki neki. Ha volt már kenyér, akkor most legyen már egy kis vaj is. Miért is ne? Most felhívja valaki őt. Bocsi, csak most éppen dolgozom. Második húzásra szerintem ez le fog menni, vagy harmadikra. Na nézzük is. És nem. Hát be kell avatkoznod kézzel itt, uram, van egy olyan érzésem. Jaj, most itt finomkodik, hogy papírral fogja meg. Pedig az előző ilyen videómban az MMDMS-et lazán kivette kézzel. Na, haladunk! Haladunk! Lassan elég lesz nekem úgy már az internetből. Na de így a videó végére nézzük meg, hogy mi fog történni egy zacskó chipszel. Nekem az a jóslatom, hogy elsőre, ha nagyon sokat fog beleönteni, nem fogja tudni lehúzni. De másodjára, amikor már kellően átjárta a chipset a víz, akkor pedig igen. Na de nézzük is meg, hogy mi fog történni, és hogy igazam lesz-e vajon, vagy pedig sem. Amúgy ez jó chipsz. Mindjárt meg is jön hozzá a kedvem, te pedig csak így beledobálod a WC-be, mi? Aztán lehet, hogy elsőre is simán le fogja tudni húzni. Most, hogy így jobban belegondolok. Két zacskóval biztos, hogy nem tudta volna. De egy zacskó szerintem még pont a határeset lesz. Ezt meg már kézzel fogdosod, mi? A vajat meg nem fogdostad. Miért hiszem ilyenkor mindig azt, hogy meg fogja enni? Hát bárhogy nézem, ez nem akar lemenni. Vagy mégis? És be fog jönni a jóslatom, nézd oda! Elsőre lement kb. A fele. És jön a WC pumpa. Vagy ezek szerint mégse? Vagy de? Hogy ne jönne be? Hát azért hogy megjósoltam, hogy másodszorra le fog menni. Na de ennyi is lett volna ez a videó, remélem, hogy mindenki kellőképpen lefáradt. Hogyha tetszett nektek, akkor mindenféleképpen dobjatok el egy hatalmas nagy lájkot. A Facebook, illetve az Instagram oldalam ott van lent a leírásban. Ha még esetleg nem nyomtad volna be, mindenféleképpen nyomd be a csengőt, és akkor nem fogsz lemaradni egyetlen egy videómról sem. Én Elek Robi vagyok, majd találkozunk egy következő videómban, addig is szevasztok!